Meg kell mondjam, föl vagyok háborodva. Itt nem lehet haladni egyszerűen ezen a vidéken. Annyira szép itt, hogy muszáj volt egy kis emlékképet, videót csináljak róla, mert egyszerűen szép. Megfogadtam, hogy most már nem állok meg minden szép kis látnivalónál, de hát ezt meg kell örökíteni. Nekem ezek a települések ott a hegytetőkön nagyon, nagyon bejönnek. És ott mellette az a sziklás szurdokvölgy, az is nagyon szuper lehet. Hát sajnos arra most nem visz az utam, sőt már ide jönni is egy kitérő volt, csak láttam a főútról, hogy megéri letérni. Hát szuper helyek vannak itt. Sőt, ott igazából a sziklacsúcsok tetején is laknak emberek, az az igazán komoly. Ott is vannak házak. Hát szuper. Ezek a másik oldal se rossz egyébként. Ott, ahol a házak vannak, ott van a főút. Onnan láttam, hogy lesz itt kilátás. És a valóság fölülmúlta a várakozásokat. Megint belemásztam a sárba. Na, igazából ennyire jutottam Volterától. Ez ott van. Onnan indultam. És hát ez a környék. Szemben azok a gőzölgő tornyok, meg épületek, azok nem ám valami szén, meg hasonló erőművek, semmi szennyezőipari. Előbb volt kiírva, hogy itt geotermikus erőművek működnek. Úgyhogy ez jó pofa. Ezek szerint itt föltör a földből annyi meleg víz, hogy érdemes rá erőművet építeni. És építettek is. Jó tudni. Íme a toszkánai geotermikus erőművek. Látszik, hogy szárítják is a melegvizet itt valahogy, gondolom háztartási felhasználásra. Szuper. Na hát, már megint esik. Itt vagyok Toszkánában, és 4 napja esik. De attól még a kilátás így is szuper. De ez napsütésben oda vágna. Komolyan mondom. Jó, hát ezek az oszlopok itt bezavarnak, de azért nem rossz helyek vannak. Azért ez itt nem rossz táj.
megint csak. Legerésző birkák itt a tükör fölött, nem tudom mennyire látszanak. Meg az a fasor sem rossz ott. Olajfák. Szemben nem rossz hely, ott ellaknék. Kis hacienda. Hát mondjuk ez egy egész település. Kibaszott, tipikus toszkán táj. Toszkána. Májusban. Nincs 15 fok. Most néztem meg, Budapesten 30 fok van. Na hát ez napsütésben gyönyörű. Most se rossz, de napsütésben milyen szuper lehet. Arra van az Orica völgy. Ugyan a nap még nem süt, de talán már valamennyit tisztul az idő. Az eső kezd el állni. Ennek is örülni kell.